Gyermekként zongora művésznek tanították, majd apácák nevelték, még egyszer csak váratlanul úgy döntött, hogy színész lesz belőle. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a kontúrban. Ürende, hallom még az üsdabot, a számban érzem még a vermutot. Vojtági, Jászai Maridíja színművész, rendező, érdemes művész, a József Attila Színház örökös tagja. Érd benned annyi jóság a Színház és Filmművészeti Főiskolán 1966-ban Várkonyi Zoltán osztályában végzett, majd a diploma megszerzését követően 1984-ig a József Attila Színház tagja volt, később a Tália, illetve az Arizona Színházban játszott. 1993-tól szabad foglalkozású művészként szerepelt. 2019 és 21 között a Kaposvári Csiki Gergely Színházhoz szerződött. Uram volt, de idő nincs legendás humora miatt leggyakrabban vígjátéki előadásokban látható és számos zenés darabban is jelentős sikert aratott. Mindemellett a komoly drámai szerepek sem kerülték el. Azért mégiscsak szólhattál volna. Jutva, gyere táncon. A Nádas Gábor és Szenes Iván által számára írt és Bodrogi Gyulával közösen előadott a Jamaikai Trombitás című dala Örökzöldé vált, és mindmáig generációk éneklik. Számos tévé és nagyjátékfilmben szerepelt, köztük a Nem szoktam hazudni, a Szerencsés Dániel, vagy a Szomorú vasárnap című filmekben. Sok szeretettel köszöntöm Bolytágit a stúdióban, aki megtisztelt azzal, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. szépen, nagyon örülök, hogy itt vagyok. Nem ezzel akartam kezdeni a beszélgetést, de nem állom meg, hogy ezzel kezdjem. Mielőtt itt a stúdióban most egymással szemben Igen. leültünk volna, azelőtt azt mondtad, hogy csak lezseren, mert nem szereted, hogyha így beszorítanak korlátok közé. Mi történik, hogyha valaki megpróbál beszorítani korlátok közé? Kitörök. Hát én világéletemben egy renitens ember voltam. Gyerekkoromban is most most is az vagyok. Mindig renitens. Nem voltam. változott. Ugyanaz a voltági. Ez nem, ez nem, nem ez változott. Jó hát egy kicsit már lehiggadtam a koromnál fogva. Sajnos de de ugyanúgy ugyanúgy én 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 speciál olyan vagyok, hogyha én valamit gondolok, azt kimondom, ez a ami a szívemen a, a számon. Szívem ez így van, de ez egyáltalán nem, nem egy célra vezető jó dolog. Sok problémát okozott? Persze, most is. Most is? is. Mi az, amit akkor fogalmazunk így, hogy köszönhetsz idézőjelben annak, hogy mindent kimondasz? Hát köszönhetni, ezt nem tudnám most végig sorolni, mert nagyon sok minden. Um, én, én, egy elégedetlen típus vagyok, szóval én nem tudok besorolni semmilyen helyre, helyzetbe, mondjuk az más, hogyha a színház, mert a József Attila színháznak én 18 évig voltam a tagja, és ilyen szempontból borzasztóan tudok alkalmazkodni, és társulat imádó vagyok, ezért is nagyon hogy mondjam, rosszul érzem magam szabadúszóként, nem szeretek szabadúszó lenni, csak a Élet így hozta. Uh -huh. Egyébként azt mondtad a bevezetőbe, hogy zongora művésznek készültem. Tanítattak a szüleid legalábbis. Várjál, igen, az édesapám azt szerette volna, hát én tíz, évek, tíz évig tanultam zongorázni, igen. és állítólag azt mondták, hogy nagyon, hogy olyan lesz, ez a lány, voltam hat éves, mert öt éves koromtól gondolászom, hogy hat éves koromtól, hogy ez a lány olyan lesz, mint a Fisher Anni. Hát nem. Hát, hát nem. nem, és azért nem, mert nagyon, már nem az, hanem nagyon-nagyon hanem sokat kellett gyakorolni, és azt én nem nagyon bírtam, és nem én határoztam el, hogy színésznő leszek, ezt a... onnan. A jó Istentől? Hát valahonnan, onnan, mert ez, ez, tulajdonképpen, ha nem vettek volna föl elsőre, én úgy gondoltam, akkor iskolába, ugye negyedikbe érettségi előtt be kellett írni, hogy mit szeretnél lenni. És akkor én hármat írtam be, hogy színművészeti, iparművészeti és külker. És akkor úgy volt, hogy az első az a színművészeti volt, és a mi osztályunkba járt egy, nem, nevet nem mondok, egy osztálytársnőm, aki meg volt győződő, hogy ő színésznő lesz, és én hallottam őt szavalni, és azt mondtam magamban, hogy ha ő mer menni, akkor én is merek. De ennyi volt. <laughs> Tehát tulajdonképpen dacból, hogy megmutatod, hogy na, ha ő neki mehet, akiről... Nem, hát... akkor én is megpróbálhatom, mert de én nem akar, én egyáltalán nem akartam, hát a szüleim azok abszolút tiltakoztak, hát ugye édesanyám... És féltettek. Mészáros, fél hát Mészáros Ági. igen. Mészáros Ági, aki ő viszont egy fantasztikus, mm. csodálatos színésznő volt, és na, itt, itt igen. Szóval arról van szó, hogy, hogy sajnos a, a mostani fiatal generáció már nem, nem tudja, hogy ők kik voltak, mm. tehát ez nekem nagyon fáj, de... Persze, azt se tudják már, hogy én ki vagyok. Na itt vagyunk vissza a jelenbe, és most kezdem azzal, amivel eredetileg kezdtem Mond. volna. Hogy most attól hangos a mészára, mészáros, na látom, volt is ez, ez nagyon jó. <laughs> attól hangos, hogy azt nyilatkoztat, hogy ha kezdhetnéd, akkor nem lennél színész nagy valószínűséggel. Mi motivál, vagy mi mondat egy ilyen mondatot? Keserűség, vagy racionális felismerések, Netán igazad lett, igazad lett édesanyádnak, aki féltett ettől a pályától, a buktatóitól? Hát ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz a, a, a válasz erre, mert megtörtént, ez így történt, most már ezen változtatni se lehet, tehát ez volt. Rengeteg gyönyörűség volt ebben, ezen a pályán, csak én azt veszem észre, és ez, ez egy, talán a szomorúságomnak ez az oka, hogy én úgy érzem, hogy, hogy manapság nem vagyunk megbecsülve, én nem is az idősebb generáció, de talán lehet, hogy én érzem úgy, lehet, hogy a, a pályatársaim nem így gondolják, de én így érzem, hogy annak idején nagyon megvoltunk becsülve. A méltósága tűnt -e ennek a pályának? A méltósága, igen, és tudod, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor én fiatal színésznő voltam, akkor mi egy kategóriában voltunk a sportolókkal, helyesebben a focistákkal. És nekünk a legjobb haverunk volt a Mészői Kálmán, a Farkas. Hát szóval mi állandóan összejártunk, bulisztunk, állati jóba voltunk. Most meg akkora a különbség társadalmilag, megbecsülésben, hogy hihetetlen. És én ezt, ezt a fajta, hogy mondjam, társadalmi megbecsülést borzasztóan hiányolom. Uh -huh. Tehát ehm, ehm, nem, nem, nem értem, hogy, hogy ped, pedig én úgy gondolom, hogy ez egy rettenetesen fontos dolog a, a színház. Nagyon-nagyon fontos a, a, a következő generációk számára. Azt is mondtad valahol, hogy nem érted, amikor színészek azt mondják, hogy ők dolgozni járnak a színházba, és nem játszani? El dolgozik, ezt nem, 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 nem mondják, hogy dolgozni, nem hiszem. Mert hogy neked a játék, hogy ezt ki hát, mindenki, amit a jelent. Hát, ha örömmel mész be a, a színházba, és azzal mész be, hogy örömet szerzel az embereknek, akkor az játék. Ha dolgozni mész, akkor az azt jelenti, hogy meló munka, az akkor nem okoz örömet a nézőnek. És mi, mivel hogy a színházat mindig úgy fogalmaztam meg, hogy a mi, mi pályánk, a mi játékunk vagy munkánk, az egy homokfestészet. Mert minden este más. Tehát ez nem olyan, mint egy film, vagy egy tévéjáték, vagy egy festmény, vagy egy könyv, hanem aznap este, milyen a közönség, milyen vagy te, milyen hangulatban vagy ki halt meg milyen hírek vannak, tehát minden befolyásol, és aznap este mindig minden este más, más egy előadás, uh -huh. és ezért én egyébként meg kell, hogy mondjam neked, hogy én úgy érzem, hogy vagy úgy gondolom, nem is érzem, hogy a közönséget kiszolgálni kell, tehát örömet kell vagy vagy sírjon az a néző, tehát valami fajta indulatot kell kiváltani, én legalábbis így gondolom, és és ez egy olyan valami, amiről most beszélsz, amit kisgyerekként, amikor Mészáros bementél az édesanyádhoz, ugye a Nemzeti Színházba, meg máshová is nyilván elkísért a, a színházba. A Nemzeti, A Színházba. Nemzeti Színházba, akkor megéreztél, megtapasztaltál, tehát az már valahol ott beleívódott? Hát persze. Volt ágiba? Hát persze, hát én rengeteget, mert, mert hogy ugye, ez egy nagyon szörnyű dolog a színész gyerekeknek, mint ahogy az én fiamnak is, hogy az anyák azok nem nagyon voltak otthon, hm. sőt, szinte egyáltalán nem. Persze, hát én rengeteget voltam a színházban, hát tulajdonképpen nem is tudom, öt éves vagy négy éves koromtól kezdve néztem előadásokat, és a legnagyobb szerelmem a Szent Iváni álom volt, amit a, a, a édesanyám a pukkot, bizony. És te kívülről tudod ezt a hát szinte, monologot szinte. most is nem az egészet, hát az egészet? Az nem annyira tudom kívülről de be tudnék kapcsolódni mert de csodálatos színészek voltak annak idején hát az egész társulat valami hihetetlenül a Ferrari Violetta, a Rutkai Éva a Gábor Miklós, Básti Lajos Ungvári László Lukács Margit Szörény Éva Maklári mind a kettő, a Maklári Zoltán a Maklári János a Ladányi, a Tompa Pufi, szóval most tudnám itt sorolni, hát valami elképesztő színészgárda. De ha már őket soroltad, akkor most soroljunk másokat, méghozzá azokat, akikkel te kezdted a főiskolán. Voltági 3000 jelentkező közül nyert felvételt a Színház és Filmművészeti Főiskolára, ahol olyan osztálytársai voltak, mint Huszti Péter, Iglódi István, Tahitót László, vagy a most következő Jászai Maridia színművész, Újréti László. Vele folytatjuk. Mert ide jött a táj Egy rendkívül ilyen vadóc, kislányra emlékszem, aki rendkívül eredeti volt, és tulajdonképpen, hát ami aztán az egész életét szerintem végigkísérte, hogy rendkívül szókimondó volt szóval soha semmit nem tudott tolerálni. Amit gondolt, azt mondta folyékonyan. Azt ne, ezzel, hát, tehát egyébként nem lehetett nagyon rá haragudni, mert mindig mikor áh, az ági. De ő ezt tényleg nagy, azt tényleg lehetett, hogy ha ő például szakmailag is azt mondta, hogy te, nekem ez nagyon tetszett, amit csináltál. Hiába mondta, nem tudom ki, hogy akkor az biztos úgy volt. lombos ággal egy kicsit el kellett volna választani, jó? Az első olyan nagyon emlékezetes, ami, tehát ha itt ültünk, tessék, maga jön, vagy te jössz, attól függ, hogy a tanár tegezett bennünket, vagy magázott. A beszédórán, amit a Gáti József, aki nagyon jó beszédtanár volt, nagyszerű beszédtanár, és a tücsök zenét, Szabó Lőrincnek a tücsök zenéjét, ugye, ami hát nem tudom hány ilyen verszakból áll, az ki volt tizen, akkor már nem voltunk csak tizenháromban, mert aztán kiestek belőle. És ott emlékszem, ahogy a ticsök, ticsök zenének azt a, azt a részét elmondta. Döbbenetes volt. Szóval ültünk így, és még a Gáti is, aki hát egy nagy színjátékos volt, úgy csinált, mintha kitörölne egy könycseppet a szeméből, de valóban olyan volt. Ah, Hát ilyen drágák vagytok, hát komolyan mondom, hogy sírva fogadok. Jaj, hát ez nagyon nagy Jó meglepetés. Hmm? Jól esett látni? Hát uh, igen, hmm. igen, igen. Maradjunk még egy kicsit itt ennél a Maradjunk. szókimondásnál. Ja, azt hittem, meg... hogy a főiskolán. <laughs> hát még egy picit visszogranék előre, mert azért a főiskola előtt is voltak izgalmas fejezetek az életedben. Külföldre kerültél, apácák neveltek Olaszországban, de hogy miközben ennek a szókimondáshoz, ja. ugye ez egy picit a, egy olyan, hát mondjuk úgy, hogy talán rossz kifejezése diákcsinnek is, köszönhető. Több volt nekem. Hát... De ez egy 56-tal kapcsolatos volt, ami miatt el kellett téged távolítani a, az iskolából. Hát és... Mondjuk igen, persze, az 56-tól, de előtte is kirúgtak már, szóval mindegy. Na, következő volt, hogy nyilván, hát nem tudom, hogy mennyire az idősebb generáció emlékszik rá, hogy az édesanyám 56 ban elmondta azt, hogy addig nem lép színpadra, A, mert amíg igaz az oroszok nem mennek benne. ki az országból, és ezért kapott 10 év szilenciumot, és ő, aki egy fantasztikus színésznő volt, és az ország kedvence, duplakos Udi, amit mind imádták, gyerekek, férfiak, nők, mindenki imádta, és akkor egy hatalmasat, puf, esett ezzel, na, és akkor erről ennyit, gyorsan elmondom akkor, hogy azt kérdezted, hogy velem mi volt, kérlek szépen az volt, hogy amikor az első tanítás volt az 56-os események után, és az első tanítási nap volt az általános iskolába, akkor volt egy hatalmas, nagy kosútjelvény, és fölálltunk, és ilyen gyászszalagot tettünk a kosútjelvényre. És állva én álltam a padon, a többiek, be, nyílt az ajtó, bejött valaki, puf, mindenki leült, én ott maradtam így a, a, gyász, a gyászszalaggal. És ez véletlen volt, vagy provokáció? Szóval, hogy ez tudatos Mi? volt? Tök véletlenül maradtál úgy ott? Dehogy is, de vé... nem, nem volt provokáció. Csak bejöttek, és valaki, hát akkor abba az időben azért, szóval az osztályfőnökön meg mellette egy ilyen valaki, teljesen mindegy, meglátott, és rögtön tudta, ez, ez, is olyan érdekes, hogy valahonnan tudta, hogy én vagyok a mészárosági lánya. Valahonnan. Valahonnan, azért mondom idézőjelben valahonnan. Másnap a Kapa Mátyás nevű igazgatón behívta a szüleimet, és azt mondta, hogy most pedig a gyereket azonnal távolítsák el, mert itt baj lesz. Hát akkor, akkor nagyon kemény volt a helyzet. Nektek már fogalmatok sincs, Igen. hogy akkor mi volt. Szóval akkor simán elvittek egy ilyenért egy gyereket, simán. És így kerültél aztán Olaszországba az a de azt hogy bírta egyrészt egy ilyen lázadó természet, mint te, másrészt pedig a honvágyat hogy lehetett bírni, amikor egyszer csak kiszakítják az embert a természetes közelkéből, Hát azért csak kicsi voltál akkor még. Hát kicsi voltam viszonylag, de előtte Svájcban voltam egy évig, anyukám még el tudta intézni a különböző előző összekö, kapcsolatai ö, ö, keresztül, hogy adtak útlevelet, hát az akkor egy óriási dolog volt, egy útlevél. És akkor a, kint voltam Svájcba egy évig, és onnan átraktak Olaszországba, a Sore delle Marcelline mm. nevezetű Nagyon szerettem őket, csak iszonyatosan vágyam volt, tehát borzalmas. Nem volt. Én nagyon rosszul éreztem magam utólag. Meg kell, hogy mondjam, hogy az apámnak, mert ezt apám akarta, hogy nagyon sokat köszönhetek neki, mert, rengeteg, mert egész más lett a világnézetem, egész másképp gondolkoztam. Akkor tanultam meg, és ez kapcsolódik a pályámhoz valahol, hogy rengeteg olasz dalt tanultam hm. meg ott, és mint az őrült énekeltem ott az olasz lányoknak, és imádták, hogy én énekelek, és aztán így is felvételiztem, hogy a énekeltem egy olasz dalt, mert nem volt kottám, de kérdezted a felvételt. Igen, 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 igen. És, és ennek ellenére. A 3000-ből. 19 vettek föl, hogyha jól lett. 19-et vettek igen. föl, igen. És a, 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 az egyik, mert monológot kellett tanulni, meg verseket kellett az első felvételire, és mindegy, most ezt nem húzom, mert nagyon hosszú lenne. Lényeg az, hogy akapella énekeltem olaszul, mindent kíséret nélkül, második felvételén is túljutottam, harmadikon is sikerült, bekerültem 18 éves koromba, ami egy nagy dolog, és ennyi. Egyébként a Madácsba és a vigbe is, hogyha jól tudom, akkor akarták Vigben hívni. Nem. Ja, nem. hogy akartak hívni, vinni. De Igen. végül a, a József Attila színházban kötött ki, ami tehát egy 18 éves... Csodálatos Gyerek. is, meg nem, akkor nem már 21, 21, Illetve 20, a 21. fordulón, tehát volt, a, volt egy óriási sikerünk a Fekete Operával, a Kerény Imre rendezte, akkor Imre még egy végtelenül tehetséges, tüneményes pali volt, Na a lényeg az, hogy az egy óriási siker volt a főiskolán. Játszottuk is többször, és akkor így, szóval nem voltam egy jó kislány akkor se, és aztán én osztályba jártam egyébként. És képes volt kihagyni próbákat, várkonyi? Nem? Ne, most a lánytárságomról nem, igen. Ne? Mert De akkor beszéljük. szerelmes voltam. Nekem mindig abban az időben, a, én bulis voltam, egy bulis lány voltam, és ak én nem voltam soha karrierista, meg kell, hogy mondjam. És akkor nem is volt divat. A pénz se volt érdekes, a karrier se volt érdekes élni. Az, hogy az ember egy ilyen korban, Szóval az, hogy, hogy. De nagyon szerettük egymást. Ez viszont lényeges. Nem volt gyűlölködés, nem volt nem volt érdekes, hogy kinek mi a, a világ a, 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 az, hogy ide tartoz a pártilag, hogy hova tartoz. igaz, hogy csak egy párt volt, és mindannyian ellene voltunk. Ez, ez biztos. De szeretet volt, hm. tudod? És, és imádtunk bulizni, ez volt az életünk, legalábbis egy párnak. És mit, mit akartam én ebből mondani? Hát és akkor hogy történt az, hogy végül is a József Attillánál kötöttél hát ki, így, ahhoz képest, így, hogy, hogy, így. hogy, hogy egy, mivel, hogy elég renitens voltam, gondolom, meg aztán a József Attila Színház volt az, ahova hát akiket kicsit politikailag Igen. nem annyira tetszett a viselkedésük, azokat odarakták. Viszont egy csodálatos társulat kerekedett hát, ki imád, ebből. Hát, először szörnyű volt, mert látni ezt a, hát akkor egy ilyen lerobbant a Váci úton, még telepek, szóval szörnyen nézett ki az egész, és én ugye ahhoz voltam hozzászokva, hogy ezt a csodálatos Blahalúzatéri Nemzeti Színház, ami egy fantasztikus, ami de, 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 és bekerültem egy ilyen kultúr, kis kultúrház volt a József Attila, És akkor megkaptam a Kaktusz című darabnak a könyvét, a, szövegkönyvét, és mondta ez a drága, remegőkezű direktorom, a Fodor Imre, akit hát imádtunk már később, odaadta nekem és hogy ezt kéne nekem játszani, végig zokogtam az egész utat, visszafele is, mondom, úristen, én, aki drámai, csodálatos szerepekre készültem, én egy zenés végjátékba, hát ez borzalmas, ez nem. És a lényeg az, hogy utána elhatároztam, hogy mondom, akármi lesz, én ezt úgy fogom megcsinálni, hogy minthogyha legalábbis a Lady Macbeth-et játszanám, tehát olyan komolyan és olyan, 21 éves voltam te, még nem voltam 22. És nem csak elhatároztad, hanem ez meg is történt. Megtörtént. És egy hihetetlenül sikeres előadás lett belőle. Hát igen. És ha már Bodrogi Gyulát emlegetted, hát ő most a meglepetésed. Yes, Együtt szű. a színpadon és az életben a főiskola után a József Attila színházban eltöltött közel két évtized a művészi sikerek mellett családi örömökkel is megajándékozta Vojtágit, hiszen ekkor tájt kötött házasságot, majd fia Bodrogi Ádám is megszületett. a nem nemzet színésze a kosudias Bodrogi Gyula következik. A Törőcsik Marival utaztunk le, a szem Balatonra, és két lány stoppolt. És hát fölvettük őket is. Kiderült, hogy az egyik lány, az a Mészáros Áginak, a nagy színésznőnek a lánya. És aztán később kiderült az is, hogy a főiskolára bekerült, de hát az már jóval később volt. De akkor, de akkor találkoztunk mi először, egy nagyon aranyos temperamentumos, aranyos kislány volt. Aztán utána a főiskolás volt, akkor már hallottunk róla, akkor volt egy nagyon jó vizsgálóadásuk, ahol már neve is volt, saját neve, és akkor a Fodor Imre igazgató szerződtette a József Attila színházba, a Ágit. Ki tudja merre, talán egy csendes utcán. Nézre hogy, hogy Áginak milyen jó ének hangja van, hogy mindenképpen kéne

Ja ma, mai, mai napig sláger, és eddig még senki nem tudta hasonlóan se elénekelni, mint Na most ez rendes volt, nem ezt ilyet lehet mondani. Negyed tíz. Negyed tíz. És, és vasárnap. nagyon jó színésznő. Remekül énekel. Nem, nem ilyen opera, hanem ezeket a színházi... Lenéket nagyon érti, és hatalmas temperamentum. Segítek néha majd a véletlennek, és ha kérded, miért kereslek mi, megmondanám. Hát én elájulok. Hát én elájulok, olyanokat, olyanokat, hoztatok, amiket én egyáltalán nem is, nem is láttam. Hát köszönöm szépen, hát ez olyan jó esik, mindjárt elsírom magam. De örülök, hogy jó esik a kollégák, nagyon sokat dolgoztak már hát, hát köszönöm. Egy, köszönöm. Egy picit beszéljünk erről a jamaikai trombitásról, méghozzá azért, mert azt hiszem, hogy elég kevés művésznek adatik meg az, hogy egy ennyire névjegyszerű ö, alkotással mondjuk úgy, hogy induljon a sikerszériája, ami ennyire mondjuk úgy, hogy fölrakja a térképre? Hát főleg színésznek nem, mert mondjuk az énekeseknél természetes, de én ennek iszonyúan örülök, hogy ez hozzá, mint ahogy, hát ezt nekem, nekem írták, a Nádas Gavi meg a Szenes Iván, de ilyen, mondjuk, ilyen, ilyen színész dalt még egyet tudok, a, 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 aki nagyon-nagyon, a Hernádi Júci, neki a sohasem mond, ez nagyon-nagyon-nagyon nagy, nagy kötődés. Amit egyébként Döme volt. Döme Zsolt párod igen, írt. Igen, igen, igen. De hogyha picit párhuzamosan haladunk a történetben, miközben ekkora sikerek értek a zenés táncos vonalon, Igen. a drámai szerepek, amikre, ahogy mondtad is még a Bodrogi Gyulás interjú részlet előtt, eh, amire készültél, azok azért később értek talán el, és ha jól tudom, akkor Gobbi Hilda volt az, aki pedig azt jósolta neked, hogy nagy drámai színész. Igen, elná. ezt is tudod, hát ilyet, Hát tényleg, tényleg. Minden tényleg. ez mennyire viselt meg, vagy visel meg, hogy ezek viszonylag később értek el, és talán nem is annyira sok értel belőle, mint amennyi elérhetett volna. Hát figyelj de ez gondolom, hogy az én lustaságomon is múlt, mert én mindig azt csináltam, ami adódott, tehát én nem mentem utána. Nem... Nem kérsz? Nem. Amit kaptam, azt megcsináltam a képességeimhez képest, de, de nem, nem ugráltam, nem, nem könyököltem, nem csináltam ebből, hogy mondjam. És nem bánod, hogy nem csináltam? Nem, azt nem. És mi az, amit igen? Ha visszatekintek az életemre, akkor lehet, hogy, hogy az apukám el akart menni 56-ba Magyarországról, amikor a szörény éváig is diszidáltak, anyámnak legjobb barátnője volt a szörényéve. Éva, És anyám nem, nem volt hajlandó, azt mondta, hogy én magyar vagyok, magyar színésznő, én itt maradok, bár nem maradt volna velem együtt, de akkor. De a lényeg a dologba, hogy e, e, akkor biztos másképp alakult volna az életünk. Én valószínűleg állatokkal foglalkoztam volna, de nem mint állatorvos, hanem én mindig, mindig csodáltam azt, hogy valaki a dzsungelben él. De ez ilyen álom, ezek álmok. Tudod, én ilyen álmodozó vagyok, mm. és, és mindig felépítek egy, egy belső ilyen világot, tehát imádom most is, folyton nézem az Életem nagy vágya, hogy Elefántovodába el tudjak menni, Sri Lankára, vagy valahova, majd el is még talán el tudok menni, majd meglátjuk, mert nagyon sok helyen voltam már a világban. De úgy komolyan nem gondoltam bele, hogy mi lett volna, ha. mert sem értelme. Hm. Ez van, ez volt, ezt kell nem szeretni, vagy szeretni. Hm. Egyébként sokan hasonlítanak titeket édesanyáddal, ugye Judy Garlandhez hez és, és Liza Minnellihez, és csak azért hozom szóba Liza Minnellit, mert megkínáltak például a kabaré, főszerepével is, és arra te nemet mondtál. Na, Aztán nemet mondtál arra is később, hogyha jól tudom, vagy azt nem tudom, hogy időben az mikor volt, de egy amerikai turné lehetőségre is nemet mondtál, tehát nem hogy... Nem egy turné lehetőségre... Érdez. Las Vegasra mondtál nemet. De ez nem turné, az... Á, te ezt is tudod? Akkor valahol kutattatok nagyon, mert igen... Hát de hogy a... ezekre miért mondtál nemet? Nem, az, az, egy, az egy nagyon fura dolog volt a, Hát erre, ez különben a lelkem legmélyén, ez még most is bennem van. Hát annak idején a helyciányokat játszottuk a radnó, a akkori irodalmi színpadon, és Simon Zsuzsa néni rendeszt, akkor még néni nekem, mindegy. Azt száz valahányszor játszottuk, és akkor itt volt Magyarországon a Hurok cégnek a művészeti vezetője. ő Ők menedzselték a Frank Sinatra-t akkor a, azt hiszem az Antonio Gádezt, ha jól emlékszem, uh -huh. de ilyen nagyon-nagyon nagy neveket, és ő ki, vitt, ki akarta vinni, illetve ki is vitte aztán a Rajkó zenekart, és ez, ez lett volna, hát ez egy nagyon kőkemény időszak volt, tehát a leg, legkeményebb éra, a, a kádár -korszaknak a nagyon kemény része. És kérlek szépen, akkor engem valami ötven nőt hallgatott meg, és engem bevittek a meghallgatásra, jól néztem akkor ki, hosszú fekete haj, bőr, szoknya, tök jó, és Elénekeltem egy siratót, amit én írtam akkor egy, ebbe a hely cigányokba, de ez egy állítólag olyan, na mindegy, ennyi, egy, egy az is akapella volt, és a, a, ez a, képzeld el, hogy ez a Jurok ez a cég menedzsere azt mondta, hogy na ez a lány kell, ezt viszem. Ez nem cigány énekesnő, mondta, fordították, mert én angolul nem tudtam jó, annyira jó. E, ő nem cigány nő, de őt viszem, és azt képzeld el, én majdnem leestem a székről, ott volt a kis központi együttesnek az igazgatója, és azt mondta, hogy én viszont ezt a lányt kitanítatom mindenre, és Las Vegasban ami nem azt jelenti, hogy egy turné, hanem akkor én ott maradok. Hm. Sztár, Sztár, csinál, belőle. csinál belőlem. Hát én ettől teljesen megijedtem, és hozzá kell tennem, hogy itt azért nem, a vége azért lett, alakult így, ahogy alakult, mert akkor már negyedik hónapos terhes voltam az Ádámmal. Mm. És ez volt február, március, valahogy így, nem, el, még előbb, mert májusban született az Ádám, előtte, és szeptemberben mentünk volna Amerikába. És akkor én azt mondtam magamban, úristen, hát én nem fogom itt hagyni a gyerekemet. És ilyen lezseren azt mondtam, és kaptam egy levelet, hogy ekkor és ekkor várnak, és mi, és azt mondtam, még csak nem is válaszoltam. Szóval én ennyire, ennyire hülye voltam, bár meg kell, hogy mondjam, hogy nem is a mostani eszemmel sem mertem volna ebbe belevágni, még akkor se, ha nincs Ádám, mert az nekem nagyon félelmetes lett volna, mert egy hiány, vagy mi? Te, én nem, én, 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 gyenge vagyok ahhoz, félek, meg nem úgy nézek ki, mert úgy nézek ki, mint egy baromi nagy vagány csaj, de nem, mert akkor arra gondoltam, hogy úristen, ott egyedül leszek, biztos, hogy elkap valami e, borzasztó társaság, meg belekerülök valami, szóval nem, maradtam itthon. Hm. Maradtál itthon, és a magánéletben nem vagy egyedül társra Nem, lehetél, nem. Bodrogi nem. Gyula után is. És hát én a Gyulával iszonyú jóban vagyok. Jóban, igen. De valaki mással ezt most már együtt. Számos zenés előadásban és lemezen együtt dolgoztak, Így majd van. a magánéletük is összefonódott Döme Zsolt zeneszerzővel Vojtáginak vele folytatjuk. Most kérem. Fantasztikus ember, szóval egészen uh, különleges, tényleg az, szóval én mindig azon csodálkozom, ő attól fél, mint uh, tudod, amikor azért a televízió, azért nekik az ő korszakban nagyon nagy dolog volt a televízió, meg a szín. Hát, mert akkor nem volt más, csak ezt nézték az emberek, és hát őket mindenki ismerte, és az egy idő után már ugye elfelejtődött ez a bizonyos korosztály. De őt a mai napig, akárhova megyünk, megismerik. Ha nem is azonnal, de a hangját meghallják, akkor rögtön mondja, jaj, az Ágika, így az Ágika, úgy az Ágika. Tehát rögtön. És az volt, mert, hogy ő soha nem élt vissza ezzel, vagy nem él vissza, hogy ő, ő egy ugyanolyan ember, mint te meg én. Tehát teljesen időnként bosszantják a dolgok, meg ideges, meg... De például attól soha nem volt kibukva, hogy én megismertük, egyre többet, hogy a színházakban, ahol dolgozott, hogy miért nem azt játsza, és miért, miért ezt ő. Tehát ilyet én soha nem hallottam tőle. Abszolút. Ő szokta azt mondani, hogy tulajdonképpen, és ez a jó értelme, hogy nem igazi színész, tehát nem az a színésznős magatartás, akit tud elvárják, hogy a, nem tudom mi, meg a meg úgy kell viselkedni, nem, ő, ő a volt egy egyszerű ember. Nem lesz <coughs> Jaj, nagyon szép. <coughs> Köszönöm. Meghatódtál, látom. De ez tényleg azt hiszem, nekem is most a beszélgetés alapján is ez a benyomásom, hogy, hogy igen, a magánéletben biztos, hogy nem vagy a színésznő. Nincsenek alűrjeim, nem is voltak. Az egy nagyon-nagyon-nagyon csodálatos érzés, hogy tényleg, ha megyek a közérbe, vagy piac, vagy emberekkel találkozom, akkor kedvesek, megismernek, szeretnek. Hát a, még a, az a, mondjuk még a 40-es korosztály is de e, látod, ezt nem tudom elképzelni, most láttam ezt a, ezeket a bejátszásokat, amiért olyan hálás vagyok, mert én ezeket nem láttam, nem ismerem, hogy egész fantasztikus az egész. Na, most végig szaladt az egész bennem, ez az egész élet, hogy, hogy ezen gondolkozom, hogy tulajdonképpen annyira rövid ez az egész, egy perc, egy perc, hát most volt ez, ez az egész most történt. Most ránéztem a képernyőre, és látom ezt a, ezeket a bejátszásokat, és ez két perc, két perccel ezelőtt volt, és hirtelen lejátszódik, és közben nekem van egy nagyon felnőtt fiam, van két csodálatos unokám, akik már szintén felnőttek, hát van egy 21 éves a Bence, 18 éves az Enikő, érted? Visszaveszem a szemüvegemet, és, és úgy, úgy, úgy egész, egész, egész döbbenetes érzések vannak bennem, most ne haragudjatok. Örülök, hogy ezeket megmozgattuk. Még annyit árulj el, hogy Enikő ugye nagyon tehetséges énekes, fel is tűnt egy tehetségkutató műsorban, biztos megható őt látni. Félted őt is ettől a pályától? A művészpályától, hiszen nyilván most ő énekesnőként debütál. de ő olyan mértékben, hat éves kora óta szeretne énekesnő lenni. Hát a jó Isten segítse meg, hogy sikerüljön, ha jó énekes lesz, akkor az nagyon jó. Hála jó Istennek. Nagyon drukkolok érte, hogy ezen a bizonyos Tehetség kutató műsorban jó helyzetbe legyen. Nagyon remélem, hogy sikerül neki. Én pedig azt kívánom, hogy azon a két perces, nagyon rövid életnevű pályán azon még nyújtsa tovább ezt a, nyújts tovább ezt a két percet, és még nagyon sok minden férjen bele, hiszen most megint láthatom hát nagyon, egy nagyon szépen köszönöm, és csodálatos meglepetéseket kaptam tőletek. Örül. Köszönöm. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Önök a kontúrt az M5 portré műsorát látták. Adásunkat újra megnézhetik a mediaclick.hu-n és a Youtube-on is. Jövő szombaton este 6-tól újra várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra.